Sziasztok gyerekek, itt van a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csoda videóval, amiben építjük tovább a bázisunkat, és egyre több dolog készül. Most például a Chemical Station-ön készül, amiben még több alkotó elemet tudunk majd készíteni, például rengeteg lőszerre fogunk rámenni, aminek az alapanyaga is mondhatni végtelen mennyiségű, például papírt is tudunk készíteni, meg ugye puskaport is csinálunk, és mindenünk lesz. Na, azon agyaltam, hogy mit kellene csinálni, lehet, hogy azt csinálom, hogy végig rohanok betonig, mindent felupgrade-elek, mert valahogy annyira nem tetszik nekem, hogy az ilyen csáli az egész, és marha egyszerű ugye ezt megcsinálnunk, legalább ezt az alagutat. Így most ugye, hogy van nekünk ez a szögbelövő pisztolyunk, így gyerekjáték már az upgrade elejés. Ja és igen, ide először beszéltük, hogy ide lesz egy ilyen szakadékszerű akármi. Hát lehet, hogy lesz, vagyis egy ilyen verem, de egyelőre nem. Mert ugye ez elég erős a bázison, főleg, hogy nagyon masszív erős falakat készítünk. Meg egy kicsit tovább is gondoltam a dolgokat, hogyha nem lesz elég erős a bázis, akkor merre fogunk fejlődni. Semmilyen körülmények között a csalás fele nem akarok fordulni, akármilyen erős zombi horda is érkezik, hanem mindig inkább reálisan próbálom fejleszteni a bázisom, jó? Hogy ne az legyen, hogy valami baromságot találunk. Nézzük, hogy fogy a fánk. Ájjáj. Ujjaj. Na nézzük a fa. Egyébként fából sincs sok. Meg a Gumblestone-t is zabálja, gondolom. Nem baj, csináljuk folyamatosan. Sőt, még lehet, hogy be fogok lerakni még egy 100 darabot. Kraftolgassa ezzel. Igen, közben elkészül a Chemical Station-ünk is. Figyeljetek, betonig fel kellene mindent upgrade-el, még úgy néz ki jól minden, meg akkor akármi történik, akkor azért biztonságban érzem magam az 5000-es fal mögött. Úgy, amennyire lehet. A bejáratok, hogy a zsilip, vagy minek nevezzük ezeket a védelmi vonalak, azok meg ugye 30000-es blokk vastagságúak lesznek. A kis trükkünkkel, amit kitaláltunk ezelőtti részben. Fakett nem lehet felupgrade-elni? Mondjuk izévé, neonná. Oh, neonná. És jó, mert így nem is romlik a a szerszám. Nem is kell hozzá semmi, úgyhogy baromi, ezt nagyon örülök, hogy ezt is megcsináltam. Tök jó. Lehet, hogy ezelőtti rész egy kis kalandozós volt, most egy kis bázisfejlesztéses lesz. Mert azért a Keeper az nagyon bírja ezt a bázisfejlesztést, legalább annyira, mint a kalandozás. Max, majd kimegyünk fát vágni, meg jó lenne már megcsinálni a izét is, a Panic szobát. Azt akkor így jól érezném magam, akkor azt gondolom, hogy ó, szuper, meg vagyunk, meg ugye Voldorokat kellene csinálni még kettőt, meg ugye le is amortizálták az előzők, és onnantól akkor igazából most már megvan mindenünk. Tehát, mit tudom én, mindenféle alkotóelem, vagy mit ilyen alkotóelem, crafting table, chemical station, vannak forge-aink, meg minden. Onnantól más nem fogunk gyártani, mint acélt agyba főbe, mert akkor ugye már azzal fogunk, arra fogunk fejleszteni, jó, itt akkor megvan minden, és akkor már jöhetünk ide be. Jó, hát... Gumblestone, oda nézzetek, hogy fogy mi. Oda nézzetek, hogy fogy a Gumblestone. Hát ebből még egy 200 darab minimum elfér. Úgyhogy kraftolja el erre. Nem tud olyan gyorsan keletkezni, mint ahogy én. Jó, a gyerekek, várjatok! Mi van itten? Itt jó. Itt menjenek a dolgok, mert pazze. 9 perc, nem 9 perc, mondjuk legyen. Egy 20 percre, és akkor teon. És a clay meg az iron ben van, és akkor itt meg iron van több.
De viszont a clay az nekem kellene, úgyhogy akkor maradjunk így. Acél, mennyi? A másik, ebbe tudok acélt? Ebbe tudok, nézzük meg. Acél kellene, ebből 95-öt tudnék csinálni, és le is fogom craftolni, ebből baromi sok kell. Chemical Station-nek? Hogy állunk? 3 perc még elkészül, úgyhogy nincsen semmi gond. Jó, akkor készül. Folyamatosan ezek égenek, bazza, ne viccelj. Körbe megyek a falakon. Valaki írta pár résszel ezelőtt, hogy hó, biztos, hogy el fogunk bukni ezzel a bázissal, mert ez nem jó kialakítás. Mert mit tudom én, hogy kellene, így kellene, úgy kellene. Ugye természetesen azt már mondtam, hogy hoppá, elfogyott a cobblestone. Mi a fasz? Mi fogyott el? Ja, jó. Az elfogyhat, gyerekek. Az van bőven. Cobblestone meg mindig kellene, úgyhogy még szerintem 200 darab még simán beugorhatna. Ez csak 40 blokk. Nem is 200, gyerekek. Itt 400 darab kell. Mi? Nagyon rengeteg kell. Ne viccelj. Meg majd kicsit jobban ki kell világítani, mert most meg olyan szürke. Ezt nem lehet felupgrade-elni? Jaj, de szépen égnek a dolgok. Egyébként nagyon sok vas kell. Az nagyon fontos most. Úgyhogy ha nappal elmegyünk valahova, akkor megállás nélkül vas bányászat. Vasat kell bányászni milliót. És ezért még a modern loadra mindenképp fogok rakni egyet, hogy minél több alapanyag jöjjön. Vagy minél kevesebbet kell bányászni gyakorlatilag. Körbe is értünk. Gyerekek, ezzel a szegezőpisztolyjal lehet dolgozni. Az ember el nem képzeli, hogy mikor elkezd játszani ezzel, még kell egy 400, elkezdesz ezzel játszani ezzel a játékkal, és ilyen tök nyögve erősen megy az elején, el sem tudod képzelni, hogy majd full bunker rendszereket betonból meg tudsz építeni. Ez a folyamatos fejlődés az a legjobb a játékban. Hát is millió, ezért kapok, ugye? És akkor még ne haragudjál, tesó. De ezért fogok még rakni. Erre tudok még rakni. Ó! És dupla annyi alapanyagot gyűjtök ezután, mint alapjárat arra. És az azért nem kevés. Ugye kész is a bázis, bazen. Ez nagyon durva, hogy ilyen gyorsan tudjuk. Még jó, hogy megcsináltam ezt a szögbelövőt. Imádom. Valaki meg pittyegett a háttérbe. Meg megint. Közben már a Chemical Station biztos, hogy elkészült. Mindjárt, gyerekek. De nézzék. Hallod, milyen XP-ket kapok, az a durva. Hát látni, ugye? A beton még jó, hogy ilyen sok beton. Látod, milyen jó, hogy sok beton csinálnak épp?
Mi van? Mi van? Mi van? Cement kell, cement. Hadd menjen a cementgyártás. Hadd menjen a betongyártás. Hadd menjen a betongyártás. Oda néz. Stone. És ezt ki is vesszük. Ilyen gyorsan felupgrade-elni, tök durva. Oké, és megint fél szintet léptük. Másfél szintet lépünk, csak itt, hogy itt upgrade-elem fel ezeket a blokkokat. És ezt is nektek köszönhetem, mondtátok, hogy inkább itt csináljam. Megcsináljuk ám akkor a lépcsőházat már, oda ne hallod? Jó, meg a padló is ott van. Ó, meg lesz még egy szint bőven. Mi fogyott? Cobblestone, azt a betyár. De készül csak nagyon lassan, és még szerintem 300 darab még mindig kellene, látod, ezért kellett a clay, ugye? De különben ezt nem tudtuk volna megcsinálni, viszont van nekem egy chemical station-a, amit igazán le is rakhatnék. Ez jó nagy bazza. Ez hány? Ez három blokki? Úristen. Annyira nem örülök. Három blokki, viszont a betonkeverőt ha odébb raknám. Most kellene csinálnom. Hogy van ez a... Land claim block. Csak egy land claim blokkot, és utána meg lehet a... Cobblestone, 400 darab. És akkor lerakom, elvileg azt mondtátok, hogy fel tudom menni. Azt mondja, hogy hova kellene lerakni. Mondjuk lerakom ide. Na, aztán jó van. Elvileg akkor ugye nem spawnol be zombi, ilyen funkciót is ellát. Meg akkor elvileg föl tudom menni. Jó. Remove-on is tudok. Hány bónusz. Jó. És akkor elvileg most már... Aha. Föl tudom menni a dolgokat. Na ez jó dolog. Akkor fel tudom kapkodni és át tudom rendezni. Ez nagyon jó. Várjál. Lehet, hogy annyit megcsinálok, hogy... addig így kikapcsolom. Nem tudom, hogy a... Lehet, hogy a... Ez mi? Open. Lehet, hogy a belévő dolgok elvesznének, attól félek. Nem biztos. De viszont ez tök jó, hogy át lehet rendezni. Ez nagyon jó. Oké. Okay. És akkor arra gondoltam, hogy a... Chemical Station-t ezt befordítok. Így. És akkor... Ugye pont annyit lop ki az is. De ez nagyon jó. Ó, és üzemanyagot tudok készíteni. Akkumulátor, festéket. Murky Waterből meg ebből. Aj, de jó. De jó. Akkor tudok festeni is. Tök jó, ki tudom festeni a bunkert. És akkor a betonkeverőt azt meg berakjuk így. Hát mindjárt barátig van, és akkor ez tök jó. Ó, de jó. Ezt is nektek, ezt is nektek köszönhetem. Hogy ezt így például megtanultam. Na, közben meg akkor készül ugye a... Készül a készül a... Itt hol tartottunk? Megvan minden? Szuper. Beton, itt végig. Jó lenne még egy szintet lépnem. Várjad be, fel tudom. Jó, majd fölvesszük.
Rendesen látni, hogy megy az XP csikon, figyeld! Látod? Figyelj, megvan a szín! A lépcsőházat is megcsinálom, akkor fejezzük már be ezt, és akkor majd folytatom. 2-43-ban. Lehet, hogy el kell menni Fire-ért. Viszont egy dolgot meg akarok csinálni mindenképpen, mindjárt megfogjuk. Várjátok, nézzük meg, hogy mi a szituáció. Jó, ez dolgozik. Hogy ne menjen fölöslegesen, ez még mindig a Clay-t olvasztja. Ez elkészítette az acélt. Jó. Az acél kész. Kikapcsoljuk, mert most nincs olyan dolog. Az ajtót és a körbelévő dolgokat fel kell upgrade-elnem. Így. Mert... az volt a baj, hogy leverték mind vakaporrat, és nekem ez zavart. Ugye? Most ez maxos. 22 000-es. Meg akkor ezeket a lapokat akarta. Ha már egyszer van. Így, így, és így, így. És akkor innentől ez a fal, ez konkrétan, ugye ez így, van rajta egy lap. Ez ugye egyszer 10 000, meg egyszer 10 000, még egyszer 10 000. Ez a lap, ez 30 000, vagy ez a blokk, ez 30 000, ez 30 000. Ez a blokk, meg 20 000. Úgyhogy az ilyen 30 000, meg ilyen 22 000-es ajtó, meg ilyenekkel állok szembe, gyerekek, úgyhogy ezzel nem lesz gond szerintem. Itt meg izét kell majd csinálnom. Még van 6 font acélom, azt nem hagyom magamra. Nem tudom eltüntetni, hogy ezt mutassa. Show bonus. Hoppá, remove voltok, de nem baj. Mert annyira... várja van? Ja, szándékosan remove voltam, nem kell nekem az. Mi hiányzik? Megint hiányzik a idő! Megint 500. Azért próbálok vele spórolni valamennyire, de hogy látom, nem megy. Lenyomom fával addig, amíg a Gobblestone gyűlik. Tök jó lesz, ki tudok festeni, annak is örülök. Meg kell volna hagyni a padlót ilyenre, mi? Á, ez egy beton bunker! Ne vicceljél! Ne! Ki kellett volna raknom! A rohadt vasat! Hogy az acélt, elcsesztem! Jaj, meg még hülyén is néz ki! Elcsesztem 10 acélt! Ugye nem is kattintok, hanem csak nyomom a gombot és magától így be is durrattad oda egy acélt. Jó van! Mi hiányzik? Gobblestone lassan termelődik. Gyerünk! Ott lett egy acélkocka, 10 000-es. 10 000-es blokk. Nem baj, majd később úgyis az egész az lesz, de hát... még nem számítottam, hogy most én nekem itt lesz egy acélblokkom. Hát jó van. Na, meg kell várni, míg termelődik ez a Gobblestone, mert ez egy barra idegesítő. Jó. Nem van, gyerekek, az egész beton, mi? Na. Esküszöm, mindenféle dolog. Ó, várjál már. Egyéb craft, csinálok valami gyorsan, jó? Ennyi. Mi kell nekem?
Gunpowert obdelt akarok csinálni, ahhoz meg ezt kell megszerint. Akarok puskaport csinálni, az már. De koal kell, nem olaj. Koal. Ez megvan. Így van. Csinálj puskaport. Jó. És meg miért nem engedik? Mi az, hogy mix? Mi ehhez is kell ide üzemanyag? Ó, hogy arra se vegyem meg. Itt van mennyi? Ó, gyerekek, ez rendesen főzzük a pálinkát, de jó, ilyet még nem csináltam. Sipol, mindent csinál, dik. Na. Meg megy ám a szement még mindig ezerrel. Itt meg már megy ám még a betonkeverés ezerrel. Aszfaltoznom kellett volna, dik. De jó. Az is van. Oké. Okay. Ja, szenet kell gyűjtenem meg. Mi kell hozzá? Az a nitrit, nitrát vagy mi a franc. Azt a kettőt kell gyűjtenem. És akkor tudok puskaport csinálni. És akkor már csak papír kell hozzá. A papírt is tudok egyébként előállítani. És akkor nagyon jó dolgaim lesznek. Itt mi történik? Itt szépen megáll a folyamat. És kellene, hogy ebből is acélt készítenem szerintem. De egyelőre hagyjuk. A külső védelmi vonal egész jó. Itt egyébként Cobblestone-nál hogy állunk? Tudnék csinálni 500 darabot, most van nekem 192 darabot. Hát figyelj, 500 minimum kell. Mivel 10 használódik el Ide meg scrap iron kell. Iron kell gyűjteni, ennyi van, ez van gyerekek. Iron kell gyűjteni egyből körbe. Ezt felupgrade-elem egyszer, azt akkor nem kell. 355, azt megyünk, gyerekek, fa meg iron, jó? Fa meg iron, mert elment, efogyott. Itt hogy állunk? Jó, ez menjen szerintem. El is fogyott a fam, ezt a maradékot berakom ide. Hogy még egy kicsit kitartson, hát aztán ez van, gyerekek, elfogyott a fa például. Itt milyen helyzet van? Oké. Okay. És akkor sörétes műszert. Shotgun shell ammo. Nem vettem ki a gunpowdert. Mi hiányzik? Mi a idei hiányzik? Ez? Ezt mindenhol tudom csinálni, vagy kell hozzá? Aha, ja, kell hozzá a munkapad. 25-öt tudok csinálni, mi az, ami nagyon... Gam, ez kell hozzá sok. Nem is ez kell hozzá, hanem ez kell hozzá sok, úgyhogy... Jó, mindegy, amennyit, akármennyit is tudunk csinálni, kell. A stonehoz bepakolok egy kicsit. Ne vigyük magunkkal minden szart. A fegyverhez bepakolom ezt. Oké. Okay. Akkor vigyünk egy-két sörétes lőszert, jó? Oké, okay, jó, sörétes lőszerből kell gyűjtögetnem. Pisztolyt meg viszont használhatnám agyba főbe, mert abból nagyon sok lőszerem van. Jó. Egyébként ez mennyit? Ez nincs itt damage 35,6. Ez 38. Nem sokkal jobb. És ez 6 lőszeres. Ez meg 14. És 181 a tűzgyorsága. Ennek csak 126. Effective range 12. Effective range 20. És ennél a pisztolynál szerintem ez jobb. Meg egyébként írta is valaki, hogy miért nem azt használom, mert ez jobb. És igaza van. Belátom, ha igaza van. És az ismétlő fegyvert, ezt sem nagyon néztem meg, hogy mennyire jó vagy nem. Mert ez 4 lövető.
Jó. Modifikáció egyiken sem maradt, ugye? Nem. Jó, gyerekek, akkor... Ja, ezt a pisztolyra át... Jó, sokkal gyorsabban is tárad. Át avanzsálódok. Jó, gyerünk gyorsan, gyerekek, csapjuk neki, mint az állat. Együnk egy kaját, meg ígyunk vizet is, mert... Majd akkor majd abba lesz. Megeszem ezt a nagy kaját. Ok, jó. Nyúz. Meg benyomok egy vizet. Aztán hadd szóljon. Murky Waterből tudunk csinálni papírt, úgyhogy az is jó lesz. Ezt vissza is rakom az egyetlenbe. Vasat kell gyűjtenünk, jó gyerekek? Az kellene. Vasat kell gyűjtenünk, meg clayt. Vas és clay gyűjtés, meg a fa. Ezek vannak. A fát viszont vissza is fogjuk ültetni. Lehet, hogy el fogunk menni máshova fát ültetni, mert nem valami nagy hely van itt. A motorba kéne üzemanyag, nem? Bocsi, de... Sok dolog van, már mennyi ideig van? Fú, előnk van. 18, ennyi. És ennyi az összes? Semmi fánk nincs. Nincs. Jó, elviszem ezt. Mindegy melyiket. Lehet, hogy ahol... És megint bazza nem hozta meg azt a rohadt üzemanyagot. Meg idejem sincs, kötszerem sem, remélem nem lesz nagy gond. Jó, ezeket a fákat kicsapkodom. Ezt lehet, hogy akkor máshova. Kipróbáljuk ezt a pisztolyt. Na, nem hat meg még. Viszont rohadt gyorsan tárazza. Ami nem rossz. Bár ugye általában ezt szoktam használni. Ezt is kibogdosom a fákat, elvileg most már nagyon jól megy. Balta nincs acél. Mondjuk érdekes, hogy balta nincs acél. Meglepő, nem? Legalábbis craftolni ne... Én nem láttam. Nem pont tudom, mire gondoltam, de jó van. Jön rám az XP. Meg a fa. Gyerekek, ez durva nagyon. 2500 XP, 2600 fa. Beteg. Jézus Mária. Ez egy darabig elég lesz annyi fa. Szerintem nem is kezdek el... Nem is kezdek el izélni, ültetni most. Négyezer fa. Ki mondta, hogy a sivatagban nem lesz farm? Mindig ezt hangoztatom, tudom. Jó. A gyerekek. 4500 fa, 4000 XP. Egész hatékonyak voltunk. Meg még ráadásul 6 darab ilyen magocska, amit lehet, hogy el kéne hintenem.
Hú, na hát ennél többet ugye elvileg nem szedhetek alapanyagot, ennél gyorsabban nem fog jönni, meg gyorsabban nem is fogok tudni ütni ki semmit. Esetleg ugye, hogyha acél lenne, mert ami nincs. Jó, gyerekek, elmegyünk vasat gyűjteni. Nézzük olyan helyet, ahol van sok vas. És akkor nekiállunk egy kicsit. Szükség van rá. Rengeteg acél kellene nekem. Úgyhogy mind a kettő kazánba, a kemencében nyomni fogjuk majd az acélt. Nem tudom, milyen mélyig vannak a vas erek. Hogy mennyire mélyre kellene leásni hozzá. Itt például ugye volt nekem. Ugye vasom? Nézzünk arra, hogy ez... Ez miért? Aj. Hát, hogy rá kéne szárni egy kis időt, hogy teljesen kibányászni egy ilyen vasat. Nézd, nyomjuk neki. Hát, hogy azt csinálom, hogy egy ilyen eret teljesen kibányászok. Egy ilyen vaseret. Ameddig csak tudom. Ott még van? De miért föld van itt francesen bele? Na. Pedig ott látom, hogy van vas. Úgyhogy. Rászállom az időt, most kibányászok itt minden vasat, amit lehet. Esik az esődik. Az összeset, jó? Nem vagyunk semmit. Nem számít, meddig ások le, vagy mi történik. Amennyit tudok, annyit kiszedek. És még itt is van. Látom, hogy ott szürkélik. Hogy is? Az. Kezd fogyni a staminám, mert mi történik? Ja, majd valahogy ki kell jutnom, de majd megoldjuk. Rám ne omoljon. Szép halálon egy ilyen beomlott. Meg ugye van olyan, hogy zombi hordát ráköri a játék, hát az se lenne ilyenkor illdemos. Így bepotyognának. Ugye megint szintlépés. Jó, elfogyott a staminánk, úgyhogy egy kicsit picit pízzünk, legalább addig már ízegen tudunk is. Skill pontot osztani, úristen gyerekek, úristen. Mire lehetne rá menni? Elektronikára, meg ilyesmire is gondoltam egyébként. Karizmatik. Mi ez izé? Ez ilyen multiplayer dolog. Hogy növeli a csapattársaidnak a karizmáját. Ez mi? Jobban használható. Aha, Advanced Engine. Ilyen csak ezzel ugye kellene. Na nézzük a water, az mennyit, mennyit ad? 5%-kal jobban messzi. Hát ez nem egy nagy eresztés. Így 25%, akkor annyira nem fogunk ezzel meggazdagodni. Craft... Nézzük. Archery. Jobban használom a izeiket. Csak az a baj, ezeket az alap tulajdonságokat kellene nagyon felnyomni. Mert különben nem tudok rárakni, például agility. A sneak attack 50%-kal több damage-t ad. Ez tetszik. 100%-kal több damage-t ad. Na, ez jó, ez tetszik. Lehet, hogy lett volna jobb is, de nem akartam húzni az időt. Meg elég gyorsan lépjük a szinteket, talán kapunk még majd skill pontot. De ez itt tetszett. De itt, hogy ennyi vas van, ez durva. Csak az a baj, hogy bele van keveredve ilyen föld, meg ilyenek is. Ó, de kénytelen leszek ásni itt.
Bocs, de kénytelen vagyok ácsni. Másod forgatni, mert itt van földblokk is, és oda nézd mennyi, ez mind vas. Ó, hát akkor ez jó lesz. Mennyi vas. Kicsorbulodású éle, gyerekek! Itt mindenhol vas van. Ezt nem gondoltam, hogy ez ennyire sok. Ó, bazze, ez nagyon durva. Itt meddig tart az a vasér? Viszont elég nehéz kibányászni. Hát jó, nem olyan veszélyes azért. Rengeteget bányászunk, úgyhogy bozs gyerekek, de szerintem most egy-két órán keresztül az lesz. Mármint játékbeli óra természetesen. Több ezer vas kellene. Nagyon sok. Jó, mert közben clay is jön azért. Ami fekete, azt csapjuk ki. Az milliónyi, hát nem tudom ezt. Ugye nem is gondoltam, hogy ennyi van alatta. Szóval akkor nem is nagyon kell azzal foglalkoznod, hogy keresd a vasat, mert egy ilyen alatt a bázisom környékén rengeteg volt ilyen ér. Szerintem azok ilyen egybefüggő vas lelőhely lenne, hogyha azt kibányasztam. Csapja. Ami van itt, mindet kiszedem. Szarok rá. 10 000 darabot, akármennyi. Már lassan 10 000-nél tartok. És ezt mind be kell olvasztanom. És mindent acélból ki is kívül megcsinálni. Kellene csinálni, kell csinálnom boldorokat is. Akkor felupgrade-elni. Akkor elfáradtunk, jó van. Hogy jöttünk egyáltalán be? Ott. Hát itt azért van vas. Mennyit szedtem össze? 6 000-et. Már 11 000 van. Azért nagyon gyorsan össze lehetem kapni. Nem kell beszarni nagyon. Kijutni majd nem olyan egyszerű lesz, de hát annyi baj legyen, megoldjuk. Ennyi vas alatta. Tudtam, hogy van alatta, de hogy ennyi. Meg az nagyon jó, hogy gyorsan bányászunk. Azért érdemes volt ezekre rakni szerintem, ezekre a Tyrannosaurusra, szexuál Tyrannosaurusra, meg a másikra. Ez baró jó. Mindjárt közteléjő és sódert is kikapjuk. Csak egy nagy üreget ide. Ameddig láttuk a vasat, addig csapjuk. Akármennyi is lesz. Jaj, ezt lehet, hogy elhamarkodtam, mert még itt is az van. De megint negyed szint, úgyhogy... Ugye megint negyed szintnél tartunk, azt akartam mondani. Hát ez tüzé nélkül, hogyha nem húzod fel ezeket a perkeket, akkor ez halál lett volna. Na gyerünk, kicsit ásni kell. Közülre ki kell ásni a földet. Aztán megint folytatódik a vasbaza. Ja. Ide érdemes csinálni egy rendes bányát, egy lejárattal. Ez lehet, hogy ez egy örökké tart. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy meg sose lesz vége. Úristen! Nem lesz az, bazdmeg. Próbálom ezt a földet kiásni. Ilyen shoulder van közte. És
Úristen, itt ez még mindig vas. Na jó, adjunk. Adjunk neki. Tűzünk egy cél, gyerekek, mondjuk 9 óra gameplayig, jó? Most van 7 óra 5, 9 óráig itt vasot szerünk. Ezt akkor egy darabig nem kell. Mert hiába sumálkolom, előbb-utóbb úgyis nekem kell kicsapni. Előbb-utóbb nekem ki kell verni, gyerekek, ezt a vasot. Ennyivel meg azért el leszünk egy darabig. Nem annyira szeretek vasat gyűjtögetni, de odanéj, mennyit kapok együttéssel. 50-et. Ugye? 51? 51? Jó, 52-t, egy koppintással. Sákány marhajó bírja. 5-ös acél. 5-ös acél sákány. Jó, akkor 9. 9-0-0-ig. Lehet, hogy sok lesz. Lehet 8-0-0 elég lesz. 8-0-0-ig, gyerekek, mert millió vasom lesz így is. Jó, szóval 0-ig vasat koppogatom. Tovább nem. Úristen, így is nagyon sok lesz. Szerintem már van 20 ezer körülbelül. Lehet, hogy még kohókat kell izítanom, baze, mert... Ez megint az lesz, hogy ez ilyen nagyon lassan fogja. Be, akkor 6, 18 ezer... Mondtam, 20 ezer darab, baze. Ez mire fog ez beolvadni, gyerekek? Jézus. Jézus, sose fogy el. Egy le is esett. De mondja, gyerekek, szerintem lehet, hogy elég lesz. Jó, akkor legyen 8 óráig, és akkor lesz vagy 30 ezer darabunk. Az egy életre elég lesz nekünk ebben a játékban, vagyis egy jó sokáig. Figyeljetek, igazából Clay meg ez van, akkor annyi acélt csinálsz, amit nem szégyelsz. És akkor acélból meg gyakorlatilag megcsinálod az egész bázisod, azért elég tartós fog lenni valószínűleg, ugye? Van srácok, 35 van. Negyed szint megvan. Csak azzal, hogy itt koppogattunk. Még van 20 perc. Ó, Isten. Elfogy a stamina. Ránézek. Jézus Isten. Ez mennyi az? 12-24 ezer. 27 ezer darab, 28 ezer darabunk van. Így bőven meg lesz a 30 ezer darabos. Hát ezt nem gondoltam, hogy ennyi van alatta. Nem is tudom, az acélhoz mennyi kell. Egy acélhoz várja, megnézem, azt kíváncsi vagyok. Egy acélhoz kell, Isten, 30 darab. Akkor 30 ezerből csinálsz 1000 darab acélt, abból 100 darab blokkot felupgrade-elsz acélra. Becsém, kávó. Megőrülsz, baza. Nekünk meg az egész épület kb. 500 blokkból áll. Tehát akkor 150 ezer 150 ezer vasból, hogyha 150 ezer vasat összeszedsz, akkor az egész épületed meg lesz full acél.
56 van. Hét. Hoppá, luftot ütöttük. Jó, ezt a legyen elég gyerekek, mert ma durvák vagyunk nagyon. Ja, itt ki kéne valahogy jutni. Nincsen idő, fa az nálam van? Nálam, úristen, 1, 2, 3, 4, 5. 31 ezer darabot gyerekek összekaptunk azért. Csak így lajtosan, nem éne. Nya. Valahogy ki kéne ez olyan nap. Eszkaválódnom. Pont nem tudok rá ugrani semmire. Valami van a fölöttem, várjál ma! Főd. De már nem váltok fegyvert. És eszközt ne fogok váltani, mert megőrülök. A fa meg majdnem rám. Jó, gyerekek, hogyha kell, még ide lejövök. Oké, itt ezt becsinálom, hogy nehogy beesserek a zombik, meg én is essek be. Ennek itt. Itt van az acéllelőhely, ezt akartam kimondani, csak nehéz volt! Jó, a gyerekek, menjünk haza, hát nem volt. Hoppá, egyébként arra gondoltam, hogy itt lehetne ide erdőn valahol, mondjuk itt a stop tábla után, oké? Okay? Nehogy ma itt is azért van acél. A nitritet az hogy jelzi? Nem tudom azt, hogy jelezheti, mert biztos valószínűleg azt is ki lehet bányászni. Ez micsoda? Ez az óló. Jó, nem kéne szétdurogtatni őket a felszínen meg különben, akkor nem találom meg lejjebb. Tök gyorsan, figyelj ilyen. Egy tök random helyekre le kell szórni, azt jól van. Hova enged így, nyomom a jobb gombot, úgy. 60 darab fát lerakunk, ezt majd kivágjuk, akkor megint annyi lesz fák, mint a sár. Ja, meg a kajára gondoltam, hogy rá kellene állni, ugye? Az is tök jó lenne. Utána kellene nézni, hogy hogy mennek ezek a kaja készítős ládák. Mert akkor azt is tudnák készíteni, és akkor megvan oldva oda bent a kajára. Azt nem tudom, hogy a kellene-e... Na fény. Barátom Sándor, nyugodj meg. Tizenegy még, akkor már hat rakjuk le. Négy. Meg akkor már lerakom az összeset. Legyen egy bőven fa. Gyerekek, itt. Jó, siker. Meg kéne nézni a... Hoppa. Nem mondod, mert lelőttem, vagy eltaláltam? Eltaláltam futtába, bazze! Azt a szaros tyúkot. Oké. Na! Megvagyunk ezzel is. Fú, ez a rész is ám aztán egy őrület volt. Vagyis még mindig őrület. Oh, na, kipróbáljuk, hogy lopakodás, bórusz mennyit ad. Vagyis mekkora sebzést tud, akkor elvileg most négyszerest? Négyszeres, nagyon jó. Tök jó. Szereti a keeper. Tudjátok mit szívesen kilutolnék? Vagy kipucolnék? A börtönt. A börtönnek kellene egy külön fejezet. Jó, hát ez meg is van jelölve, ugye? Jó nekünk ez itt. Olvasztani kell ezerrel, meg akkor klét kell majd gyűjtenem még. Az rengeteget. Mert akkor az is kell ugye az acélhoz.
A következő zombi hordát is szeretném mindenképpen túlélni. Többet nem követünk el hibát. Nem követünk el olyan hibát, hogy meghalunk. Gondoltam egyébként csinálunk egy ilyen úgymond hardcore részt vagy sorozatot, hogy nem halhatunk meg, de hát ez már majdnem ugyanaz. Mert presztízs értékű számomra, hogy nehogy meghalljam. Ja, itt majd egy kicsit rendbe kell hozni a dolgokat. Persze nem tökéletes, mert ott ugye kiütötték, meg lehet, hogy még egy kicsit módosítunk is, meg ugye ezt a külső részt kellene acélból még megcsinálni. Apa, tegyük már be az ajtót. Gyerekek, ez a vasolvasztás az kemény lesz. Egyelőre akkor mind a kettő vasasba így fogjuk csinálni, ezt figyelj. 6000. 6000. 6000. És ugye clay kell bele még rengeteg. Ebben van is clay, rengeteg. Viszont kell majd rengeteg clay-t szerezni. Ez meg a köves ugye, ezzel most nem is annyira foglalkozunk. Most nem indítom újra, mert már lassan úgyis lejár a rész. Sörét az elkészült? 25 darab sörét. Jó az gyerekek, hát kell. Oké. Betonkeverő, mert hogy állunk? Van megint betonunk. Nézzük meg, hogy állunk gyorsan, jó? Stone-nal. Kiszedek mindent, vagy kirakok mindent. Betonunk, már csak ennyi van. Már csak ennyi van, úgyhogy azért fogyogat. Fánk az újra megint újra lett bőven. Hál' Isten. A vasunk, az kurva, nagyon sok lett, hál' Isten. Viszont ezt most kiveszem. Az meg... The fuck, az honnan van, vagy ezt levettem valahonnan, én hülye, vagy mi van? A vasat... Ugye a legelső... dolog... Igen. Éjjön. A legelső dolog, hogy ez a külső rész legyen baromi erős. Utána fogunk tovább haladni. Ezt is. Ezt. És itt fogyott el. Úgyhogy ezt eddig, itt elől, ezt fogjuk nagyon megerősíteni. És akkor utána fogunk befele haladni. De mindenképpen, hogy úgy fogunk haladni, ez, utána az, és utána maga a cső. Ez nagyon jó. Egyébként nagyon bejövős nekem. Nagyon élvezem. Oké, srácok, a izet néztük meg ugye még, hogy arról beszéltünk, hogy megnézzük. Várjátok egy kicsit. Hadd pakoljak ki, jó? Tudom, hosszú a rész, bocsánatot kérek érte, de Keeper már csak ilyen hülye. Egy állandóan tolja. Ólom. Az ólomból majd ugye tudok shotgun lőszert. Mit akartam még kirakni? Egyéb craft? Nem tankoltam meg, tudom. Ezt a kettőt akartam kirakni, és az fegyver alkatrészbe megy. Oké. Ezért akartam megnézni. Szerves craftból ugye van ilyenem, és akkor ennek a receptjeit. Hol van? Farm block. De ez az, gyerekek. Ez is nitrát kell, meg clay soil. Rengeteg clay kell hozzá, és wood. És akkor ebbe tudok ültetni, ugye? És ezt mindenképpen csak in. Ezt is azt hiszem tudom alakítani, nem? Radiál, mert itt elő tudom hozni ennél is. Nincsen izem? Nézzük meg, mi kell hozzá. Nem sok nitritem van szerintem, vagy nitrátom. Fámoz még van, de szerintem nitrátom az nem lesz. Azt elhasználtam, ugye? Szerintem azt elhasználtam. Elhasználtam a izéhez, a lőszerhez, ugye? Vagyis a puskaporhoz, hogy mi a szarhoz használtam el?
Igen, ahhoz használtam. Nitrát kellene majd. Ú, gyerekek, minden kellene. Nagyon kellene minden. Fú, te mennyire kellene minden. És tudom, gondolkozok, hogy itt is kellene Boldor csinálnom. De az se érdemes először megcsinálni, ez legyen ugye kész. Itt utána. Így befele kell haladnunk a védelemben. Ja. Hát ez ilyen, srácok, ez ilyen. Mindenképp fel kell itt is a célozni mindent. Ja, jó. Még ugye a horda előtt nagyon sok időm van, de szeretném nagyon erős levek csinálni a hordára. Ja, itt is vannak hibák. Jó, vannak itt, van itt munka bőven. Ez valószínűleg már csak a kövi részben lesz. Tényleg azért az... Ezek a hosszú részek. Egyébként gondolkozok dolgokon, azt még elmondom, hogyha esetleg érdekelhet benneteket. Azon nagyon gondolkozok, hogy lehet, hogy itt ide fogok készíteni egy létrát. És hogy itt Voldor csapóajtós, le lehessen menni. És lehet, hogy lesz egy később egy olyan rész, vagy valami bármi, amiben itt tudok védekezni. Egy ilyen külső rész, hogyha például jönnek ezek a öngyilkos merénylő mi az zombik, akkor itt, mit tudom, védekezik, jön egyik, mit tudom, berobbantja ezt az egész, egy ilyen valami bunkerszerűt gondoltam, egyébként valami hasonlóra gondoltam, hogy ilyen félig földbe leásott, nem, nem ilyen zombi várat, hanem valami kupolaszerűt, amire így fölmennek, és akkor próbálkoznak bejönni, értitek, hogy mire gondolok? Hogy valami tényleg, valami kupolát, és alulról tudnám gyilkolni őket valahogy, tényleg, mint valami lövészárokszerű, csak ilyen fedett valami rácsos, akármi biztos ki lehet alakítani valami olyasmi. Aztán jön egy olyan, amelyik így fölrobbantja magát, akkor el tudok menekülni a járaton be, ide a második védelmi zónába, hogy az megsemmisül, akkor lesz még egy védelmi. Gyakorlatilag kifele is tudok. Gondoltam arra is egyébként, hogy ide megcsinálom ezt, és akkor ez egy ilyen rácsos ketrec, meg egy darab Voldorral, csak egy ilyen külső, csak rácsokból készült akármit, amibe ugye el tudok itt lövöldözgetni, az se lenne rossz egyébként. Az lehet, hogy még jobb lenne. Lehet, hogy még jobb lenne, hogy egy ilyen első ilyen, gyakorlatilag egy ilyen rácsos, ilyen kis udvart csinálnék magamnak, ahogy hogy mindenfele ilyet tudnék látni. Az nem lenne rossz, ez nem lenne rossz. Onnan indulna a rács, itt végig, és akkor így mondjuk egy ekkora rész, és akkor egy darab Voldorra lehetne bejutni, és akkor mindenhol lenne rács, és akkor mindenfele tudnék kilőni. Látnám a zombikat, gyakorlatilag ki tudnék ide jönni, úgyhogy biztonságban vagyok. Úgyhogy az nem lenne rossz. Az nem, ott is ástak a kis pecsögök, mi? Na, inkább lehet, hogy az lesz, ez a külső. Öcsém, mondod, hogy ásott ez be addig, bazen? De durva. Ja, itt is még meg kell erősítenem. Lehet, hogy az lesz, itt megerősítem ezt a külső részt, ilyen fullosra. És akkor azt csináljuk, hogy csinálunk egy külső. Itt még kihozom egy kicsit, esetleg még megerősítem itt egy ilyen szögletesen. Ott is szögletesen, kihozzuk erre. Csak rácsokkal lebetonozzuk. És akkor mit tudja, eddig ki tudjak jönni. Így, full rács. És akkor kijövök, és akkor itt mit tudom, tudok dolgokodni, föl tudok oda is nézni másnak, ugye, mert ki tudok jönni. Akkor ott áll, akkor bőm, tudok lövöldözgetni rá. Ah, ez jó. Ez lehet, hogy még jobb, mint az előző megoldás. Nagyszerű. Jó van, gyerekek, hát betonbunker őrület az megy. Itt is majd folytatni kell az upgrade-elést, kell csinálni a következő szintet. Hú, baze, nagyon-nagyon-nagyon... Na, köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, nem húzom tovább az időt. És nagyon, egy annyi ötletem van megint, hogy ezt megőrültök. Lehet, hogy kifele fogunk építkezni. Na, csácsumi csőtészta, köszönöm a figyelmet!